Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm elsősorban azokat, akik a csodálatos műveiket elhozták, vagy az örökséget elhozták a láda fiából, és kiállították ezeket a gyönyörűséges csipkéket. Na most, amikor itt az egészet elkezdtük készíteni, akkor hát az üres falak azok ugye nem mutatnak, de amikor fölkerültek ezek a, egyrészt a drapériák, és a drapériákon pedig ezek a csipkecsodák, akkor mindenki csak ájódozott, hogy milyen gyönyörűséges. Nagyon érdekes, mert amikor én készültem erre, hogy na akkor megnyitom, akkor elkezdtem utána nézni, hogy honnan is származhat ez a horgolás. És aztán kiderült, hogy hát onnan, hogy egy ilyen horongos tűvel ezzel kezdték el készíteni, tehát innen származik a horgolás elnevezés is. És nagyon érdekes, mert nagyon régre tehető, tényleg a kezdetek kezdete, amikor már valamiféle horgolás volt, de hát ezt nem horgolásnak nevezték meg, aztán, hogy sehogy nem nevezték el. Egyszálas fonalból kézzel elkezdtek ilyen hurkokat készíteni. Tehát ez volt valamikor az ős, valamikor a kőkorszakban, vaskorszakban, nem tudom, hogy mikor. Nem maradt hátra a régi időből gyakorlatilag semmi. Annyit tudnak a történészek, illetve a kutatók, hogy a rómaiak és a görögök nem ismerték a horgolást. De az egyiptomiak az első században már készítettek horgolásszerű főkötőt, és ezt meg lehetett, a sírokban megtalálták. Aztán utána kezdődött valamiféle fejlődés. Hát a reneszánsz az azért nagyon sok mindent produkált, többek között csipkét is. A reneszánsz idején a velencei apácák azok már templomi ruházatot készítettek, illetve díszítettek ilyen kis pántokkal, horgolt csíkokkal. De hogyha úgy végig gondoljuk, azért ismerős az elnevezés. Velencei csipke, brüsszeli csipke. A brüsszeli csipke az olyan szempontból érdekes, hogy annak volt egy varrott változata, meg volt a vercsipke változata. És ami miatt csodálom mindig a nyugat-európaiakat, 5. Károly az 1500-as években hozott egy olyan rendeletet, hogy minden zárdába és minden iskolába tanítani kell a csipkekészítést. Hát nagyon-nagyon le vagyunk maradva, mert azt hiszem, hogyha végig gondoljuk, hogy annak idején iskolás koromban mi mindent tanultunk, hát otthon tanultunk, igen. De abban az időben azért horgolást, meg kötést, ilyesmit legfeljebb csak szakkörön tanulhattunk az iskolában, nem. Aztán volt egy olyan időszak, amikor már én is tanítottam, hogy lányokat reszelni kellett megtanítani tisztességesen a különböző technikaórákon, és volt egy nagyon-nagyon dörzsölt és nagyon talpra esett kolléganőm, és azt mondta, hogy ennek semmi értelme, és tantervidet, tantervoda, ő főzni, sütni, kézimunkázni tanította a lányokat, akik azóta is nagyon hálásak neki. Na, én még annyit szeretnék elmondani, hogy, és mindenki gondoljon vissza a gyerekkorára, amikor a 8-as lámpa ontotta a fényt, és ott ültek nagyanyáink, anyáink a 8-as lámpa körül az asztalnál, és horgoltak. A 19. században már Magyarországon is megjelent a horgolás, és attól kezdve már leírás is volt. De azok a mi nagymamáink nem leírásból horgoltak, hanem ahogy annak idején az édesanyjuktól, meg a nagymamájuktól látták ezt az egészet. És ez továbbra is ugyanúgy rászállt anyáról, leányra, valameddig. Ma nem, mert ma nem a horgolótűt fogják a gyerekek a kezükbe, hanem a telefont, és azt mondják. Ami tulajdonképpen érthető, mert változott a világ. De mellette, hogyha valaki vállalja azt, hogy eljár szakkörre, meg valaki tanítja is őket, akkor az egy nagyon-nagyon szép dolog és nagyon jó dolog. Én most a gyakorlati részét próbálnám kiemelni. Tehát, hogyha a ruhadarabnak a szegélyére horgolás kerül, akkor az sokkal mutatósabb. 1000 csillag címmel nyílt egy kiállítás, méghozzá egy csipke kiállítási újból a Német Közösségi Házban. Hát nagyon sok munkát láthatunk itt, hogyan szerveződött ez a kis kiállításuk, ami már hát ugye lassanként hagyománnyá válik, hogy úgymond ilyen nem leletmentő, de mindenképpen valamiféle hagyomány vagy kultúra mentő célzattal szerveződik itt. Hát valószínű, hogy ez a leletmentés, ez az igaz, mert mindenkinek van otthon, vagy majdnem mindenkinek van otthon a fiókba, akárhol, régi csipkéje, nagymamától, anyukától, és egyszer beszélgettünk, és akkor kiderült, hogy hú, nekünk is van, mindenkinek van, és akkor döntöttük, hogy na, akkor csinálunk most még ősszel egy csipke kiállítást, addig, amíg viszonylag jó idő van, mert ez a helység, ez nem fűthető.
De hát kiállításra rettentően alkalmas, és tényleg egy nagyon jó anyag gyűlt össze. Összehordták az ismerősök, egyesületi tagok, kívülállók. Ajándékba kaptunk jó néhányat, az egyesületünk kapott egész tócot azzal, hogy úgyse tudnak vele mit csinálni, hát nekünk meg biztos, hogy jó lesz. Úgyhogy itt szépen kiállítottunk mindent. Nagyon sokat dolgoztak vele az asszonyok, mert mire ezt a rengeteget föltűzték, szóval tényleg eltelt az idő, de egy olyan kiállítási anyag gyűlt össze, hogy én azt hiszem, hogy nagyon kihúzhatja magát mindenki, mert tényleg szép. Hát, amit mondtam is a megnyitóban, hogy hát tulajdonképpen az a címe, hogy 1000 csillag, de hát lényegesen több csillag van itt, mint 1000, mert hát egy-egy asztalterítő csoda tudja, hogy hány darab csillagból áll össze. Ezek szerint ezek mezőberényi emberek, akik itt hány úgymond kiállítóról lehet beszélni? Hát megmondom őszintén, hogy nem számoltam össze, de olyan 8-10 körül vannak, igen. És ami érdekes az, hogy nekünk nincsen mezőberényi horgolási mintánk, tehát ez olyan, hogy amit mondtam is, hogy 19. századtól kezdve azért elterjedt a horgolás, meg már akkor mintalapok is voltak, de ez úgy szállt anyáról leányra, és akkor hát gondolom, hogy a maga nagymamája is, meg az anyukája is horgolt időről időre. Sokáig ilyen szabadidős, hát nem szabadidős, de akár az is lehet. Igen, téli esténként, amikor már nem kellett semmit csinálni, mert hát nyáron nem volt idő, mert akkor mindenki kint dolgozott a laposi kertben, meg a földeken, akkor nem tudtak horgolni, de amikor bejött a rossz idő, attól kezdve igen, csinálták, és nagyon sokat dolgoztak. És először csak ilyen nyilván, hogy díszítő szándékkal, aztán ruhaszegélyeket csináltak, meg terítőket. Aztán változott a világ, és nincsenek már olyan fotelek, aminek a hátoldalára rá lehet rakni ezeket a csipkéket. Mert ugye abba az időben az voltam, hogyha valakinek volt fotelje, arra azért vigyázni kellett. A csipkét könnyebb volt kimosni, mint a fotelt kitisztítani. És hát ez nyilvánvaló, hogy egy ilyen hagyomány volt, hogy ezt így csináljuk. És akkor ezzel mindent lehetett díszíteni a házba, akár a bútortól kezdve? Persze. Szépen kombinált szekrényre, mert ugye kombinált szekrény volt abban az időben mindenütt. Kombinált szekrényre is lehetett rakni, asztalra is, tudom én, kis szekrényre, akármire. Na most nagyon érdekes, és ezt azért még elmondom, hogy nem tudjuk pontosan, hogy honnan származik a csipke. Hogy mi nem tudjuk, az egy dolog, de akik ezt kutatják, azok sincsenek teljesen tisztában, mert vannak, akik azt mondják, hogy az arab világból, tehát Arábiából. Logikus. Igen, de hogyha mondom a többit, az is logikusnak fog tűnni, és egészen Spanyolországig, tehát a kereskedelmi útvonal mentén terjesztették tulajdonképpen ezt a fajta technikát, ezt a horgolási technikát. Mások azt mondják, hogy Dél-Amerikából. Azért az indiánok is nagyon sok mindent csináltak, és ott az a fekete, ami a falon van, az indián hagyományok alapján készült, és hogyha valakinek ilyen van a szobában, állítólag attól jobban alszik. Na most... De ha már itt tartunk, akkor akár mind a kettő is igaz lehet. Tehát a spanyol igaz, persze, minden igaz lehet. És akkor a harmadik variáció pedig az, hogy nem fogok meglepetést okozni ezzel, hogy a kínaiaktól származik. Hát onnan is minden származik. Mindent kitalált. Így van, úgyhogy nem lehet pontosan tudni, de lényeg az, hogy ez hosszú időn keresztül élt és firult ez a horgolási mánia. Amikor az ember, mit tudom én, fölült a vonatra, akkor csak azt látta, hogy ha egy tűvel dolgozik valaki, akkor az horgol, ha két tűvel, akkor köt. És rendszeresen. Most nem lehet látni ilyet. Mi nagyon sokat utazunk Budapest meg Mezőberény között, és nem szoktunk látni kötő, horgoló embert. Olyat igen, aki a telefonját nyomkodja. Hát igen, de itt a kiállításon is azt hiszem láttam valahol, ennek nagyon nagy keletje volt, hiszen például a Fürge Újak nevezetű, annó nálunk is otthon rengeteg példányszámmal látott kis könyv, hát könyv, nem, újság, abból rengetegen dolgozott. Igen, persze. És aztán kézről kézre adták, hogy az egyikben ilyen minta volt, a másikban olyan minta volt, kinek tetszett meg. És most is egyébként nagyon érdekes, mert a... Vincéné Ani hozott ilyen fürgeújakat, meg kimásolt belőle lapokat.
ott is van egy kosárban egy csomó újság és könyv is. Hát ezek erekjék már. Hát az anyukám a mai napig nem dobja ki, mindig egy részt az el, de az mindig van a házban akár. Persze, persze. Úgyhogy ezekre tényleg vigyázni kell, mert most is van fürgeújjak, de hát már teljesen más, mint az 50 évvel ezelőttiek. És mondjuk Mezőberényre jellemző valamiféle, hát irányzat, vagy akármi, vagy nem pedig itt róla. Nem? Nem tudok róla, ez nem azt jelenti, hogy nincsen, mert lehet, hogy van, csak tényleg én nem tudom. Én csak azt láttam, hogy a nagymamám, a sváb nagymamám, a Kratinger, azt horgolt állandóan, meg aztán a rokonságban gyakorlatilag mindenki. Hát enélkül nem lehetett férhez menni abba az időbe tulajdonképpen. És akkor hagyj említsem még meg, hogy itt nem csak úgymond fehér, hanem színes úgymond művek is kiállításra kerül. Igen, igen, hát ez egy modernebb változat már. Krecsmerikné Zsuzsanna színes dolgokat rakott ki, és színes alapra, és nagyon-nagyon szép, nagyon mutatós. Vajon az nehezebb, mint egyébként a fehér? Nem, csak a színeket kell jól összepárosítani, persze. Na most érdekessége még a horgolásnak, ugye, hogy a mi korosztályunk azt tudja, hogy mit jelent az, hogy 60-as horgoló cérna, 80-as horgoló cérna, 80-as ekrű például, vagy levegőszem, vagy mit tudom, két ráhajtásos pálca. Hát most, hogyha ha ilyeneket mondunk bármelyik gyereknek, hát nem tudja, hogy miről van szó. Mint ahogy mi se tudjuk, hogy mit tudom én, hány gigabájtos ez vagy az. Na, szóval ennyit változott a világ, nagyon sokat. Kérdezem meg, nehéz volt, vagy nehéz megtanulni egyébként ilyeneket készíteni? Nem, egyáltalán. Nem. Olyan bonyolultnak tűnik. Persze, persze, hát amikor az ember készen lát egy ilyen csodát, akkor azt mondja, hogy na, én ilyet biztos, hogy nem tudnék csinálni, de mindenki meg tudja csinálni. Van egyébként a művelődési házban szakkör is, el lehet menni, meg lehet tanulni, és nagyon szép dolgokat. És tényleg, amit mindig mondok, hogy ez alkotás, és hogyha az embernek van szabad ideje, akkor érdemes valamit csinálni. Emlékezzem vissza, maga se látta a nagymamáját ölbetett kézzel ülni, ugye? Na, én sem. Mert valamit mindig csináltak, ha más nem, akkor horgoltak, vagy kötöttek. És történt itt a kiállítás megnyitón egy igencsak szívet merengető dolog, Kovács Gabriella, ha jól tudom a hölgynek a neve, aki itt úgymond, hát egy figyelemfelhívással, de megszólította az embereket. Most nézzük meg ezt a kis bejátszást, hogy mit is mondott ő, és utána beszélgetünk még egy picit. Hát azért az internet nagyon sokat segít az embereknek. Én is az interneten egy közösségi oldalon találtam meg ezt az oldalt. Egy alaszkai édesanya horgolt először ilyen sapit a barátnője kislányának, aki daganatos betegség következtében elvesztette a haját. És itt azért tudni kell, hogy aki daganatos beteg és nincs haja a kemoterápiák miatt, ezeknek az embereknek rettentő érzékeny a fejbőrük. Ezért nem látunk rajtuk parókát, mert rettenetesen szúrja a fejüket. Én főleg gyerekeknek készítek sapikat, viszont az utóbbi időben megkerestek idősebb hölgyek is, akik emiatt nem nagyon tudnak parókát viselni, és nekik sincsen hajuk, és nagyon kellemetlen nekik az utcán az életben megjelenni így. Ezek a sapkák nagyon egyszerűek, horgolva vannak, és fonalból van készítve nekik egy kis haj, imitálva, utánozva az igazi hajat. Viselhetők nyáron, télen van téli változata, nyári változata, és nagyon kevés anyag kell hozzá. A legnehezebb paróka is ilyen 30 deka körül van, úgyhogy árban nem egy olyan nagy összeg. Egy két nap alatt el tudok készíteni egy ilyen parókát. Először meghorgolom a sapkát, aztán pedig fonalból hajat teszek köré. Azt hittem eleinte, hogy nem lesz rá kereslet, de az internet ugyebár szétszórta ezt a lehetőséget, és egyre többen keresnek meg olyan rászorulók, akik szeretnék ezt a sapkát viselni. Én nem tudok ezektől az emberektől pénzt kérni, én ezeket ingyen adom, ezért szeretnék Mezőberényben létrehozni egy olyan csoportot, egyesületet, akik adományok révén ellátnák az országban azokat az embereket, hölgyeket, gyerekeket, akiknek erre a sapira szükségük van, úgyhogy keresjük a szponzorokat és az adományozókat, illetve olyan asszonyokat, akik szeretnének horgolni, szeretnének a csapat tagjai lenni. Hát most már a nézők is tudhatják, hogy bizony itt egy igencsak jótékony megközelítése történik, éppen mondjuk a horgolásnak, illetve a csirkekészítésnek. Mit kell erről a kezdeményezésről tudnunk? Ugye ő itt elmondta azt, hogy nagyon-nagyon szeretne ezek beteg embereknek segíteni, de hogyan tudunk mi mondjuk ehhez hozzátenni a magunkét?
Hát úgy, hogy híreszteljük és terjesztjük, hogy van egy ilyen kezdeményezés, hogy a beteg gyerekeknek, tehát, illetve felnőtteknek is, akiknek elment a hajuk egy gyógykezelés következtében, azoknak valami olyan sapkát, ami szép, ami díszes, ami pótolja, egy picikét pótolja a hajukat. Tehát ez azért lenne nagyon-nagyon fontos, és itt mindenkit tényleg csak arra tudunk kérni, hogy ha tud, akkor segítsen, horgoljon sapkát. Nem nehéz, tényleg bármikor nekiülhet az ember, fél óra alatt meg lehet tanulni sapka készítést. És akkor őt hogy lehet megtalálni, vagy önökön keresztül, vagy akkor ez? Neki is van egy telefonszáma, szerintem azt ő fogja mondani, de hogyha másképp nem, akkor az én telefonszáma az mindenütt ott van, internettől, vagy a honlaptól kezdve. Persze, hát az interneten is. Így van, meg a csipke kiállításnak az alján is ott van, és akkor én nagyon szívesen átadom Gabinak az üzenetet, tehát bármikor, bárki horkolhat különböző méretű sapkákat, mert sajnos ez a kor, ez nem válogat, tehát nem, nincs az, hogy csak idős, meg csak felnőtt, sajnos gyerekek is közelibe kerülhetnek ennek, és tényleg bármiféle méretűt meg lehet csinálni. És akinek van egy kis ideje otthon, tévénézés közben, azért az embernek a keze az mozoghat. Egy este meg lehet egy sapkát csinálni, hogyha ha az alapját csinálja, utána a díszítés az nyilván, hogy hosszabb ideig tart, de mindenki csak arra kérek, hogy próbálja meg, és próbáljunk segíteni a betegeknek. Hát így legyen. Visszatérve még a kiállításhoz, én tudom azt, hogy ez lehet, hogy mire adásba kerül, ez már régen leszedésre kerül egyébként itt ez a csoda. Tíz napon, hát ki tudja, hogy akkor éppen hol tartunk. A lényeg az, hogy ezt egyébként utána hogyan lehet elérni, vagy ez ugyanúgy lesz, mint a férunk, hogy valamennyi marad majd? Nem, ezt mindenki elviszi haza, csak az marad, ami az egyesületé volt eddig is, és hát ha valaki nagyon-nagyon kíváncsi, akkor most ebbe a következő 10 napban jöjjön és nézze meg. Utána nem, mert mindenki leszedi, és mindenki elviszi haza. És nem biztos, hogy jövőre csinálunk csipke kiállítást. Csak akkor, hogyha például azt mondják a művelődési háznak a szakkörébe, hogy na, annyi anyaguk van, hogy azt ők szeretnék kiállítani, akkor helyet mindenképpen biztosítunk. De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk ugye a Stafilónál pont erről beszéltük, hogy csomószor ugye a szekrény aljában van, ott büdösödik, már minden baja van, ezek szerint sokkal inkább megbecsült dolgok? Igen, mert ezeket még használják. Na most érdekes, amit az Egyesület örökölt, az tényleg jó nagy mennyiség, és azok nagyon régiek voltak. És én nekiálltam, mindegyiket kimostam, kikeményítettem, kivasaltam a végén, már én is csillagokat láttam. De ez akkor szép, hogyha... Az ercsillag. Így van, de ez tényleg akkor szép, hogyha gondozzák, hogyha odafigyelnek rá. És hát ezeket a kis csipkéket mindenre föl lehet használni. Hát itt az ablakban van egy ilyen húsvéti, ja nem, ott a sarokban van egy ilyen húsvéti dekoráció. Kín van egy karácsonyi dekoráció a karácsonyfára. Mi mindig itt díszítjük a karácsonyfánkat kis csipkével, jó erősen kikeményítve, és gyönyörű. Szerintem szebb, mint a mindenféle üvegdísz. No, hát akkor az a lényeg, hogy aki lemarad, az most sajnos tényleg lemarad, hogyha nem nézi meg időben ezt a kiállítást, bár azt gondolom, hogy Mezőbényben nagyon-nagyon sok háztartásban vannak egyébként ilyenek. Én nem vagyok nagy műértő, bevallom őszintén, de nekem is tetszik. Tehát vannak olyanok, amikor azt mondom, hogy tényleg, hú, ez nem semmi, hogy kinéz. Köszönöm szépen, és akkor gratulálok a kiállításhoz. Köszönöm szépen, köszönjük mindannyian. És én nagyon köszönöm mindenkinek, aki adta a csipkéit, hogy ezt be tudjuk mutatni itt most TV nyilvánosság előtt, meg a Mezőberényi Hírmondón keresztül. És én arra kérek mindenkit, hogy vigyék a hírét, mert ma meg holnap egész nap nyitva vagyunk, illetve 5 óráig, de a következő héten 10-ig úgy lehet jönni, hogy előtte valaki bejelentkezik, és akkor jövünk és kinyitjuk, tehát egész nap nem vagyunk itt. Örülök neki, hogy eljöttek, köszönöm szépen. Nézzék végig a kiállítást, csináljanak fotókat, vigyék el a Schwab-háznak a hírét is, meg annak a hírét is, hogy szép kiállításunk van. Köszönöm szépen.